Az idei időjárási viszonyok kedveztek a gyümölcs és szőlőtermesztőknek, így a horgosi születi napokon megrendezett terménykiállításon is szebbnél szebb szőlőket, almákat, körtéket láthattak az érdeklődők, de a kiállított konyhakerti növényekre sem lehetett panasz. Születi időszak lévén a legtöbben a szőlők és gyümölcsök, illetve a belőlük készült nedvük iránt mutattak érdeklődést, mi sem természetesebb, hogy éppen pálinkákból és borokból volt a legnagyobb kínálat. Volt azonban valaki, aki mindenkit meglepett portékájával. Kecsketej szappanokat gyártunk, ami nagyon jó dolog, különben a bőre. Az egészséges bőre is jó, és persze a sértett, ugye ilyen érzékeny bőre, hideg módszerrel csináljuk. Azért csináljuk így, hogy benne maradjon az összes kecsketej, minden jó tél, hogy mondják. Hát minden jó, ami a tejben van, persze, ez benne marad. Aztán ilyen különböző kombináció étolajokat használunk, mármint étolajok kombinációját. Hát ez azért jó, mert a kecsketej, hát arra, hogy a kecsketej arra jó, hogy hidratálja a bőrt. Szóval a bőrbe benne marad a nedvesség. A kecsketejből készült szappan még nem elég ismert ahhoz, hogy kelendő is legyen, pedig sokkal előnyösebb és hatékonyabb a hagyományosnál. Vannak ketten, hároman, akik ebben foglalkoznak, de szerintem ez a szappan sokkal jobb, mivel hogy ez is nagyon fontos, hogy nem olvad, tudja. A többi szappan az el tud olvadni, és nem marad belőle semmi jóformán, ez nem. Szaga miatt sokan nem szeretik a kecskét, értelemszerűen a kecsketejet sem, ezért a belőle készült szappantól is húzódoznak. Különben a kecsketejnek nincsen szaga, ha azt a kecskét ilyen normális körülmények közt tartjuk, ha pucolunk utána. A születi napok kereteiben megrendezett terménykiállításról a horgosi helyi közösség munkatársa mondott véleményt. Szokásunkhoz híven szeptember utolsó hétvégéjén, idén ez most szeptember 23-ára, 4-ére és 5-ére esett. A terménykiállításban horgosi gazdák terményeik legjavát hozták el megmutatni nekünk, emellett pedig a kisfaházakban horgosi barászok, illetve pálinkafőzők kínálják termékeiket, sajtot lehet kóstolni. Több mint 100 fajta termény közül válogatott az ide látogató, megcsodálhatja őket, illetve a kis faházakban is több mint 10 fajta őstermelő mutatja termékeit. Az egyik horgosi termelő több mint 10 féle almával és szebbnél szebb konyhakerti terményekkel mutatkozott be. Én nagyon sokrétű termeléssel foglalkodom, a korai fajtatott zöldségféléktől gyümölcs, szántóföldi termelés, tehát széles a paletta, mindenfélével foglalkozom. Noha a vidéket a szélsőséges időjárás sem kerülte el, az idei termés az átlagosnál jobbnak ígérkezik. Koratavasszal nagy vizességgel szenvedtünk, aztán pedig az aszállyal szenvedtünk, de annak ellenére elég kielégítő terméshozamokat értünk el. Imre bízik benne, hogy végre sikerül értékesíteni is a termést, hisz az idén kivétel nélkül mindenből első osztályú termet. A kiállításra a jelen pillanatban, ami a trend, az almaszüret folyik, tehát az almákból hoztam kiállítani, van 13 fajta, amit kiállítottam almából, valamint néhány zöldségfélét, amit jelen pillanatban még szedünk, de az már inkább lefutó félbe van, mert én fóliás korai termesztésbe foglalkozom zöldségfélével, paprika, paradicsom, uborka a fő menő, valamint korai hajtatásba sárgarépa és zöldség, valamint retek, vannak édesalmák. Arandelisesz, piros delisesz, vagy az újabb Rétsif néven fut, Janagold, Mucu, Gála, ezek mind édesalmák. A termékbemutatón egy olyan helybeli pálinka főző hölgyel is találkoztunk, aki nem mindennapi pálinkák készítésével foglalkozik. Vadgyümölcsökből, útszéli eperből, kökényből, somból, csipkebogyóból és bodzából készíti a szíverősítőt. Veronika hobbi pálinka főzőnek nevezi magát. Én nem gyümölcstermelő vagyok, hanem, mint említettem, bodzát telepítettem be azzal a szándékkal, hogy a virágját fogom értékesíteni a gyógynövényesné. Mivel nem kaptam megfelelő árat, ezért beért a bodzám, és pálinkának főztem ki, és maradtam enni, mert mondom, nagyon megszerettem. Gyulán is voltam versenyen, a pálinka versenyen is láttam a listán, hogy milyen gyümölcsökből készítenek pálinkát, és akkor ráakadtam a kökényre,
de is én is szedtem belőle, úgyhogy főztem, likört is készítettem, sőt, az a tervem, hogy telepítek is be kökényt, vajapret és somot. Tehát ilyenfajta gyümölcsökkel fogok dolgozni. Ennyi gyümölcs mellett furcsának találtuk, hogy a vad gyümölcsöket választotta alapanyagul. Mint kiderült, pontosan azért, mert gyümölcsből rengeteg van a faluban. Horgoson sok a gyümölcs, az olcsó pálinka, és az emberek nem bírják megvenni a drága pálinkákat. Ezek meg kézi munkák, úgymond. Tehát a préseli, a darálása, a rostálása, ez, a fejtése, ez mind-mind kézi munka. A különlegesnek számító pálinkák nálunk még nem elég ismertek, ráadásul kissé magasabb áruk miatt kevesen vásárolják, ezért Veronika is inkább Magyarországon próbálkozik. A pálinka versenyeken már több díjat is nyert. Nem igen ismerik, nem igen, ezért is fordulunk Magyarország felé, Magyarországra járunk versenyekre is, ahol már jobban ismerik. Gyulán voltam 2 éve, akkor ezüst és bronzot kaptam a bodza pálinkámra. Az idén sajnos nem tudtam kapni, de tapasztalatot igen, úgyhogy annak is örülök. Kecelén voltunk tavaly, most is készülünk Kecelre, ottan bronzot hoztam. 2 éven még Kanizsán a pásztornapokon az első díjat kaptam a bodzára. A termény bemutatón nem ezekkel a különlegességekkel, hanem egyszerű szilva pálinkával mutatkozott be. Ez, amit ma készítettem, a termelő klubjának a szilvája, amit kimagoztam, otthon lecefréztem, le is főztem, ide csak a vodkát hoztam már, és a tisztázást volt le itten. És akkor itt van az eredménye neki, hogy kifőtt a finom pálinka. Ez a Horgos legjobb pálinkája. A horgosi Bálint pincészet borbemutatója nélkül nem múlik el ünnep sem Horgoson, sem a környéken. Az idei év jónak mutatkozik. Szép időnk volt a szőlőre, egészen kezdetektől fogva majd, hogy nem végig. Az augusztusi meleg egy kicsit megtépázta a szőlőnek azon részeit, ahol egy kicsit szárazabb, sütősebb homokon vannak az ültetvények, de azok is okkal, móddal elmennek. Szépek lesznek a borok, reméljük. Jó cukortartalommal születeltünk, és úgy látszik, hogy az aromák, ízek is megmaradtak a szőlőkbe, úgyhogy bizakodva várjuk az idei bor első borokat, hogy megszűrjük őket, leszűrjük őket. Szerintünk nagyon szép borok lesznek. Nekünk 2010-es boraink vannak, mert még eddig nem sikerült, tehát növekedik a pincészetünk, a gazdaságunk, és még mindig eladtuk az előző évi termést. Nem sikerült nagyobb mennyiséget szűrni, hogy kicsit megőrizzük a 1-2 éves borokat is, tudjunk piacra dobni. De viszont a homoki boroknak jó is, hogyha azok friss borok, kellemes italúak is, ilyen gyors fogyasztása vannak. Tehát 1-2 év is, akkor aztán azokat nem el kell fogyasztani, de jó, hogyha megisszák az emberek. A bort inkább csak kóstolgatják az emberek, vásárló nem igen akad. Habár azt mondják, hogy Tiszára nem szoktak vizet vinni, Horgoson meg bor, de hát mert ugye nagyon sok vendégnek saját bora van. De érdekességképpen kóstolás az megy természetesen, érdeklődnek az emberek. A vásárlás, hát az most, hogy minek tudható be, az egy kicsit visszafogottabb, de viszont az ilyen rendezvények azért vannak, hogy megismerjék az emberek a borokat, hogy kinek milyen bora van, és később valamilyen alkalomattán visszajönnek, és majd reméljük, hogy tőlünk vásárolnak. Bálinték gazdag kínálattal mutatkoztak be a kiállításon. 3 fajta fehér bort készítünk az idén, kövidinkát, rajnai rizlinget és sardonét, ezek mind saját termelésű szőlőjeink. Vörösborokból pedig Cabernet Sauvignon, kékfrankos, hamburgi muskotályos és pinot noir kékburgundit készítünk. És próbálkozunk küvével is, tehát a többféle fajta boroknak a házasításával, kisebb-nagyobb eredménnyel, mi egyenre csak saját része próbálgatunk, tehát 7 alapborunk van. A tapasztalatok szerint a fogyasztók többsége a fehér borokat kedveli, a gazda a vörösre esküszik. A fogyasztók körében rettentő ismeret, tehát keresik az emberek a kövidinkát. Ugye egy táj jellegű borról van szó, könnyed italú, igazi társasági bor, ezt nagyon keresik az emberek. Én a vörösbor párti vagyok inkább egy Cabernet Sauvignon az én borom, de a kékfrankos is megtanálja a helyét a pohárba, amikor borozgatunk.
A horgosi születi napok terménykiállításán persze nem csak szőlőt, gyümölcsöt és zöldségféléket láthattunk, hisz ott volt a híres horgosi piros paprika és a hatalmas sárga csöves kukorica is, hogy a virágokról, a különféle kisebb mezőgazdasági segédeszközökről, szerszámokról ne is beszéljünk. Az összkép arról árulkodott, hogy a horgosiak értik a dolgukat, van mivel dicsekedniük a nyilvánosság előtt. Ezt még az őspörkölt főzőkről is el lehetett mondani, bár a nagybadak tekintetében a horgoson most először megjelent mátravidéki bükszékiek számítottak az előre befutónak. Bükszék Eger mellett a Mátrában, csodálatos szép helyen, a Szalvúz gyógyvizéről híres, és nagyon sokan látogatják. Mindenhez közel van, érdemes ellátogatni hozzánk, nem csak a polgármesterek főzőversenyére, hanem a strandunkat, gyógyvizünket is érdemes megkóstolni, megfürödni benne. Mi 15-en jöttünk ide, még nem voltunk Horgoson, a horgosiak már kétszer voltak nálunk, és nagyon szívesen láttuk őket vendégül, ők viszont minket, és úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat tartós, és bízunk benne, hogy eredményes és gyümölcsöző lesz, mint testvértelepülésnek is. Nálunk a nagyvadak azok, amelyeket inkább mi is fogyasztunk, mert apróvadak inkább az Alföldön vannak, szívesen főzzük, szívesen fogyasztjuk, úgyhogy most is nagy örömmel készítettük el a mai menüt. Ezt az őszpörköltet a Mátrában szedett vargánya, szárított vargánya gombával készítettük, ami csak ott terem, és nagyon finom ízű. Ez inkább aromát, zamatot ad neki, tehát ez külön nem tűnik úgy elő a magából az ételből, azonban a zamata, a rendkívül kellemes erdei íz tulajdonképpen így kölcsönződik a vadnak. A bükszékiek nem tipikus versenyszakácsok, de szívesen mennek bárhová, ha meghívják őket. Tulajdonképpen túl nagy gyakoriságot nem tudnék mondani, inkább ilyen alkalomszerűen, tehát nálunk, amikor megrendeződik, és akkor a visszahívók, tehát a testvértelepülések, illetve hát a bennünket szívesen vendégül látókhoz mindig nagy örömmel megyünk. Most vagyunk itt először, mint említette, a táj gyönyörű, gondolom, hogy vissza is jövünk. Ma reggel ellátogattunk Palicsra, úgyhogy én azt hiszem, hogy jövünk mi még Horgosra. Nekünk a sikerünk tulajdonképpen az a sok mosolygós arc, aki elfogyasztja az általunk készített ételeket, tehát én itt nem is a díjakat mondanám inkább, hanem azt a sok köszönetet, amit az emberektől kapunk, és mondom a sok mosolygós arcot, amikor látja az ember, hogy na ez igazán ízlet nekem, ezért megéri. Önkormányzat képviseletében vagyunk jelen, a csapat nagyon vegyes képet mutat. Én magam nyugdíjas pedagógus vagyok, iskolaigazgatóként jöttem nyugdíjba, tehát a főzéshez ilyen értelemben hivatásosan nincs közöm, többieknek sem, nyugdíjasok, óvónők, könyvelők, tehát nagyon sokféle összetétel. Egy igazán összetartó kis közösség, aki nagyon szívesen képviseli a települést. A Szabadkai Meccs Sportforgalmi Egyesület rendszeres vendég Horgoson. Voltunk a horgosi napokon is, halászti főző versenyen is voltunk, ott volt horgászcsapatunk is. Most itt vagyunk a horgászoknak a főzőversenyén, vagyis a falu napján. Hát köszönjük népen meghívást, a Horgosi Proletér Horgász Klubnak a részvétele volt, aki meghívott bennünket. Hát eddig elég jó megy. A horgászoknak sem annyira az eredmény, mint inkább a részvétel és a családtagok, barátok véleménye számít. A főzőversenyen részt vettünk, ahogy mondja. A horgászversenyen harmadik helyet értik el az Észak-Vajdasági Ligában. Hála Istennek, ez elég jó szerepelés. Szerb Vasas Ligában ma a lásokanyadikkal leszünk, ott még van egy forduló hátra. A pionírjaink elég jól szerepültek az első fordulójukon, mivel van egy újan szervezett horgászszövetségünk is, van Ekofis a neve, de hát arról majd még hallanak. Családtagok persze itt van, kollégák vannak, horgászok, mozdonyvezetők, akik együtt vagyunk a csapatban is. Most név szerint nem akarnám őket emlegetni, de hogyha kérik, akkor fel tudom sorolni. Úgyhogy megvan a csapat, a csapatszellem jó, az versenyszellem is itt van. Reméljük, bízunk a jobban, jó lesz. Az orvosháza melletti gyopáros fürdőt szinte mindenki ismeri, az onnan érkezett szakácsokat és szakástudományokat viszont alig valaki. A horgosi születi napok kiváló alkalom volt a bemutatkozásra. Van egy nagyon kedves barátunk, itt biztosan sokan ismerik, oda szokott sűrűn látogatni hozzánk egy gyopáros fürdőre, és említette ezt a kis születi fesztivált. Nagyon szívesen szeretünk részt venni ilyen rendezvényeken, eseményeken, és akkor ide látogattunk. Nagyon kedves számomra, és szeretnék így ezúton üdvözölni mindenkit, nagyon közel állt hozzánk a gasztronómia, és örülök, hogy ezzel a szép napon ilyen nagy számban a gasztronómiának szentelték a versenyzők azt a mai napjukat. Jól érezzük magunkat, finomat főznek, végigjártam a sort,
kóstolgatok ételeket, nézegetem ki, hogy szeretek én is tanulni egy kicsit, erre ugye az ilyen őszpörkölt féléket hogyan készítik, hát bevallom, férfiasan tanultam is, és szeretném mi is jó helyezést elérni a versenyen. Ott egy hotel éttermét vezetem, tehát étteremvezető vagyok egy hotelben, és hát ennyire. Eltelt 28 év, hogy ebben a szakmában dolgozom, mint felszokalós étteremvezető, de szeretünk így amatőr szinten főzőcskézni is. Romániát célba vettük már többször is, így került lényeg ugye Szerbiára is és Vajdaságvidékre, illetve hát Magyarországon egész Miskolc is, Észak-Magyarország, egész Dél-Magyarországig. Elhoztunk már tehát aranyérmet, második helyzetet is elhoztunk már többször. Itt a barátságok bekötése már túl vagyunk, nagyon sok jó ismerős is, és barátságot kötöttünk itt emberekkel. Olyat is már terveztünk, és itt a szomszédos étterem tulajdonosával beszéltük, hogy ilyen csere főzés keretén belül szeretnénk bevezetni mi nálunk egy ilyen grill partikat a kedves vendégeinknek, és akkor innen fognak érkezni szakácsok, akiket elkészítik. Mi odafigyelünk, hogyan készülnek, tanulunk tőlük, illetve majd tőlünk jön munkaerő ide, ő hozzá, és akkor a mi specialitásokat fogjuk itt előadni. Porosháza nem budas ételeiről, hanem valami egész máson ismert. Porosháza nagyon széles választékú város, település. Károly Fülöbél a bácsi barátunk, jó ismerősünk meg is írt erről egy könyvet, az Ízes Orvosháza címmel. Gyakorlatilag a város az ugye betelepült népekből adódott össze annak idején, tehát mindenki hozta a saját ízvilágát. De mégis amiről híres, ő a libamáj, a libacomb, a libator, itt a libához kapcsolódik. A jó szokáshoz híven úgy készítettük el ezt a pörköltet, hogy gyakorlatilag sima zsíradékon megpörköltük a húsdarabokat, a darabot húst, az őzet, hogy kapjon egy kis pörzsanyagot, hogy valójában pörkölt legyen. Majd ugye ledisztelték a hagymát, csináltuk egy pörkölt alapot, erre ráhalmoztuk a már előre megpörzsölt húst, hagytuk, tehát levére engedje magának levet, azt rövidre főztük, és utána megfelelő sűrűségűre pótoltuk rendesen vízzel. Fűszereztük, csinálunk hozzá egy jó köretet. Horgoson vagyunk, de mi mégis, tehát Magyarországról kalocsai fűszerpaprikát hoztuk magunkkal. Gyopáros küldő csapata győzni itt Horgosra, de akár az utolsó helyen is elégedett lesz. A csapatunk vezetője a Bagdi Fodor Erika, akkor érkezik Csepiné, aki nélkül nem rugó a rugó. Könyvelünk Dér Edit, és a gyerekek a segítőink. Azt szoktuk mindig mondani, hogy az aranyéremért jövünk, de mondom még egyszer, a részvétel a fontos, jól érezzük magunkat, egy szép napot tudunk itt Horgosra eltölteni, tehát nagyon, nagyon tetszik. A Szüreti Napok rendezvénysorozatában kiemelkedő helyet kapott a helyi közösség melletti régi, de felújított épületben ebből az alkalomból megnyitott játszóház, amelyben ezúttal a hagyományos lakodalmakhoz kapcsolódó fotó és tárgyi dokumentumokból összeállított kiállítás nyílt. A múlt századot felidéző korhű kiállításon esküvői ruhákat, lakodalmi szokásokat, mondókákat, vőfélyverseket és korabeli fényképeket is láthattak az érdeklődők, de bemutatkoztak magyarországi kézi munkázók is. A háromnapos rendezvény ideje alatt a helybeli Asztali Tenisz Klub nemzetközi pingpongversenyt szervezett, a zárónapon pedig a hálaadó katolikus Szentmise mellett sor került a Dunakupa nemzetközi kerékpárverseny Horgos és Magyar Kanizsa közötti futamára is. A 22. horgosi szüreti napokat jelenlétükkel ismert közéleti személyiségek, politikusok, vallási vezetők és a testvértelepülések küldöttségei is megtisztelték.